Sziasztok, namaszté! Eftut Gabi vagyok, és a mai gyakorlásban egy olyan gyakorlatot fogok nektek mutatni, ami egyszerre erősíti az egyik oldalon a kart, és a másik oldalon nyitja a vállat. Különösen jó végezni ezt a gyakorlatot reggel, pláne akkor, hogyha esetleg elfeküdted a nyakadat, és ilyen nagyon furcsa élményekkel ébredtél egy álmatlan éjszaka után. Kérlek, gyere négykézláb helyzetbe, tedd a két kezedet a vállad alá, két tér csípőszíles paralelben nyit, és figyelj arra, hogy a könyöködet nem engeded lazán kifordulni, hanem tartod egészen lapockából, tolod a bal tenyeredet most bele először a talajba. Jobb kezedet tedd a válladra, belégzéssel told a könyököt előre, emeld a kart, nézz utána, nyisd a mellkast, kilégzéssel engedd vissza. Jó, mély belégzéssel nyisd a mellkast, emeld a könyököt, kilégzéssel engedd vissza. Még egyszer föl. És vissza. Fordítsd meg az irányát, jöhet belégzéssel hátulról fel a könyök. Kilégzéssel nagyon tol a bal tenyér, toljuk a jobb könyököt lefelé. Második. Még egy harmadik. Jó, s váltjuk az oldalt. Vidd át a súlyt a jobb karra, ugyanígy told egy picit lapockából a jobb tenyeredet bele a talajba, a bal kéz a vállam. Belégzéssel emeld a bal kart, fölnéz utána. Kilégzéssel enged vissza. Belégzés. Dolgozz jobb tenyérrel is, és kilégzés. Érezd, hogy egy picit talán remeg a jobb karnamból. Pont ez a lényeg, hogy egyik oldalon erőlködik az izom, feszül, dolgozik, a másikon pedig lazul a válliszület. Majd fordítsd meg az irányát, belégzéssel könyök jön föl hátulról, fordulj a könyök után tekintettel, és kilégzés elől told lefelé. Második, és told elől lefelé. Még egy harmadik, enged a csípőt is picit hátra, és kilégzéssel visszed előre a súlypontodat, érezni fogod, hogy a jobb tenyéren még több súly van. Belégzés föl, és kilégzéssel enged lassan vissza a tenyereket. Jó, egy picit gyere föl, mozgasd át a csuklódat a gyakorlat után, ne legyen neki megterhelő, és mehetsz zuhanyozni. Namaszté!